Március 11-e csütörtök van, a héten a tempótartásunk fejlesztésével foglalkozunk, méghozzá úgy, hogy kreatív metronomos trekkekre gyakorlunk. Én azért szerettem nagyon ezeket a trekkeket, amiket megtaláltuk a YouTube csatornámon a lejátszás listák alatt. Azért szeretem nagyon ezeket a trekkeket, mert velem sokszor van az, hogy amikor mondjuk mindent metronommal gyakorlok, akkor, akkor metronommal stabil és tudok együtt játszani vele, Viszont, amikor mindent mondjuk utána leveszem a metromot és eljátszok egy számot metrom nélkül, akkor meg ilyen világomat veszettnek érzem magam, hogyha ha nem, nem, nem kapom meg az információt ettől a külső eszköztől, hogy hova kéne hozni a hangjaimat. És ebben segít ez a gyakorlat, ami azt csinálja, hogy három ütemnyi mérőt kapsz a metronomtól, tehát három ütemig segít az egyik oldalról, és utána egy ütemig nem kapsz mérőt, de az az ütem pontosan ki van mérve, és abban neked kell tartani a mérőt. Tehát így így ezt a két világot, amit mondtam, hogy én nehezen békítek néha össze, hogy, hogy a metrom minden hangot segít, vagy semmilyen hangot nem segít, ezt pár ütemenként így pingpongozva lehet váltogatni, és ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni a, 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 mindennapokban is a hangszertudásunkkal és a tempótartásunkkal. Biztosan fáradtok már, de ma is vegyetek kézbe a hangszert, és próbáljátok ki a kreatív metromos trackeket. Hajrá!